Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik interneten keresztül fogják nézni ezt a tanítást. És hát a címe ugyanaz, mint az előző tanítás volt, hogy miről ismerjük fel, hogy a pusztában vagyunk. És igékkel fogjuk ezt alátámasztani, hogy Isten hogyan rendelte el nekünk, hogyan kellene azon a szükkeskeny úton járni, hogy ne kerüljünk a pusztába. Mert aki a széles úton megy, az már a pusztában van. Az ördög letérítette arra a szűkeskeny útról. És bizony, ha nem figyelünk oda, és nincs ige ismeretünk, Szent Szelleme nem töltekeztünk be, akkor nagyon könnyen a széles úton járunk, és a pusztában vagyunk, és olyankor az ördög örül. Ugye maga a puszta, meddig tart a puszta, ugye? Sokszor azt a kérdést is fel szokták tenni. Hát a puszta mind addig tart, míg föl nem ismered a bűneidet. Lehet ez apró bűn is, hiszen az ige azt mondja, kicsi kovász is megkeleszti a tésztát. Tervezem majd, hogy erről tanítani a úgymond a hit hősöket, akik ugye itt a Bibliában vannak beleértve, akár Mózest is és a Jákobot, és így tovább, hogy mindegyiknek azért volt egy kis stikli az életében, mivel hát ugye ők sem voltak tökéletesek, és az ige rávilágít erre, hogy bizony egy kicsi kovász is megkereszti a tésztát. Sokszor hallottam azt keresztények szájából, hogy hát csak ez legyen nekem a legkisebb bűnöm. Csak ez legyen. Na most ugye azt egyértelműen kijelenthetjük, míg az igéket elkezdjük hasogtatni, hogy a testet nem lehet táplálni a kívánságokkal. Pál apostol azt mondja az igében, hogy Uram, én nem tudtam azt, hogy ne kívánd, ez is bűn. Ott kezdődik a bűn. Majd a Jakab levele nagyon szépen pontosan alá fogja ezt támasztani, hogy mindig a bűn ott kezdődik, hogy ne kívánd. És ez a test kívánsága. És a test kívánsága, tudjuk az igéből, hogy a test megy a szellem ellen, a szellem meg megy a test ellen. Na most elég kell a mi testünket megöldökölni, ugye? Meghalasztani, ugye, mikor a testünket már letettük, és nem a test dominál, hanem a Szent Szellem irányítja a testet. Nagyon nagy a különbség. Na testvérem, elkezdjük az igét hasogtatni, ami ebben kapcsolatos igék. Példabeszédek 4-4-et szeretném felolvasni. Tehát tanított engem és mondál nékem. Tartsd meg az én beszédemet a te szíved, hogy megtartván az én parancsolataimat, hogy élj. Ez már egy kulcsige. Itt erről az egy igéről lehetne már több óra hosszan beszélgetni. A szívnek kell megtartani, nem az elmébe, mert az elmébe minden keresztény itt nagyon sok mindent meg tud tartani. De a szívbe kell. És a szívbe kell, hogy jusson be a Szent Szellem. Hogy a szívedet az Úr az egészet akarja, és nem csak félszívű követőt akar, nem háromnegyed részbe követi az Urat, hanem teljes mértékben a szívedet adod az Úrnak, hogy még csak esélye se legyen az ördögnek, hogy kivigyen téged a pusztába. Mert az ördög csak a pusztába tegy. Mi az ördög? Pusztulat, az ne pusztítja az életedet. Mint amit látni sok keresztény életében, ugye elvállások, veszekedések, berúgik, cigarettálik, végig az Isten tiszteltek, úgy pöfőkkel, mint a nagyvilági. És ő azt hiszi, hogy az Úrnál van. Nem, ez is egy puszta, mert az ördög úgy be tud csapni, hogy leplet húz az ember szem elé nagyon sok kereszténynek, és akkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy a szellemi vakokat jöttem én kihozni. Ez a szellemi vakság észre se veszi, hogy rég az ördög útjájára van a szűk, nem szűk, hanem azon a széles úton, amely a pokolban lett. Megyünk tovább az igével, testvéreim, mert van ige bőséggel, azt mondja, 7. fejezet, szóval itt még egyszer azért csak visszatérek. A beszédeim a te szívedbe legyenek. Szívbe kell, hogy legyen a beszéd. Hogy tud a szívbe kerülni az Istennek a tanításai? Úgyhogy Szent Szellem által. Száradon nem kerül be csak ide. Azért mondta az Úr a farizeusoknak. Hát a igét ismeritek. Itt ők is ismerték, de a szívükben nem volt benne az Úr, az ige. Mert akinek az ige már a szívében van, az Isten van ott bent.
És ő fogja irányítani majd az embert, és nem az ember irányítaná Isten. A Szent Szellem megy előtte, engedem, nem a Szent Szellem kullog a testi keresztény után. Mert az megy a feje után. A pusztába, ha nyilván Isten nélkül, csak is a pusztába és a pusztulat felé haladhat bármilyen bölcs ember is az. Isten nélkül nincs is bölcsesség, csak mondja, hogy az ilyen bölcs azért, mert több diplomája van. Nem! Isten nem érdekli hány darab papírod van, a bölcsesség Istentől jött, és leírja a Jakab levele, minden jó tudás föntről jött. Föntről. Nem emberek találták ki, hanem Isten sugallatára. Amen. Dicsőség az Úré, és azt mondja, parancsolatokat tarts be, hogy éri. Jó? Hangsúlyozom. Főképpen azoknak, akik a nagy kegyelmes tanítást tanítják. Parancsolatokat tartsátok be, hogy éljetek. Majd ezt maga Jézus is megerősíti. Úgyhogy nem törölt el semmit sem. Menjünk tovább. Példabeszédek 7. fejezet 2. ige versét szeretném felolvasni nektek, amely ezt mondja. Az én parancsolataimat tartsd meg és élsz. Tehát életedről van szó. Itt nem a testi életről van szó, hát nyilván ugye él az, aki Istent nem is ismeri, igaz, él a teste, de élő halott, ezt mondja a Szentírás. Miért élő halott? Él a teste, de ha bejön a halál, ugye tudjuk a Prédikátor könyvéből mindennek ideje van, a halálnak is, akkor az Úr úgy dönt, hogy na most végeztünk, akkor meghal a test, de hova kerül? Halálba, pokolba. Mert Istent nem ismerte meg, nemhogy még a parancsolatait. Szóval nagyon sok keresztény egy befogadó imát elmondott, és azt hiszi, hogy jó helyen van, és sok tanító ezt tanítja, ami nem jó. Mert nem igaz, nem fedi a valóságot, hogy egy befogadó imát elmondta, dolgok, jó, bemerítettünk be, jó, megyünk a mennybe, nem. Hát a bűnös ember sose fog fölkerülni a mennybe. Pusztában van annak ellenére, hogy kereszténynek hiszi magát. Hát mondjuk keresztény is, de nem hívő. Nagy különbség van a kettő között. Majdnem minden ember keresztény. Csecsemők korában megkeresztelték, és az is, hogy keresztény. De ez Istennél semmi. Figyeljetek! Az én parancsolataimat tarts meg és élsz. Az én tanításomat, mint a szemed fényét, halleluja, dicsőség az Úrnak. Ez is egy tanítás. Ez Isten tanítása. A tanításokat tartsd meg. Ez lesz a te lámpásod, és nem leszel olyan, mint a balgatag szüzek. Figyeljetek, de mindenki gondolkodva, mert a balgatag szüzek, a szűz azt jelenti, hogy az már makulátlan volt, bűnmentes volt. És a 5 bolond szűz nem került be a mennyek országába. Ha gondolkodom mindenkien. Nehogy elképzelje az a kenyelmes tanító, hogy valami is változott. Hát Isten soha nem változik meg. Ami itt le van írva, az 10 000 év múlva is ugyanez lesz leírva. Nem lesz hozzátéve, nem lesz elvéve. Habár vannak ilyen bátor tanítók, aki tesz hozzá, a másik meg veszem. De most nem ebben akarunk foglalatoskodni, megyünk tovább. Figyelj, példabeszédek 6. fejezet 16-tól 23-ig elolvasom. Figyeljetek! Én 6 dolgot gyűlöl az Úr. 7 dolog utálatos előtte, az Úrnál. Az most is utálatos, nehogy azt higgyük, új testamentumban vagyunk, azt nem utálatos, dehogy nem. Az Úr most is utálja a bűnt. És aki takargatja a bűnt, vagy bűn részese, aki takargatja. Szóval egy vezetőnek, egy pásztornak, ha tudja az ő bálányáról, rá kell mutatnia. Figyeljen, nem jó van ez, nem jó van, nem lehet bűn részes. De ugye tudjuk, hogy vannak anyagi motivációja is ennek. Ha egy gyülekezetben folyamatosan, mikor bálányokat megismerne és rámutatnának különböző bűnökre, hát számtalan esetet tudok, mikor együtt élnek csak. Parádaságban. És nem szól a vezető, nem is érdekli őt. Lehet, hogy éppen jó adakozó. Lehet, hogy akár 400 000-et adakozik, olyan jó keres. Többet tudunk ilyet. És ezért nem szól a pásztor. Maga a pásztor szájából elhangzott az. Hát ha én az igazat rámutatnák nekik, a gyülekezet lecsappanna felére. Inkább nem szól. Bűnrészes inkább megy bele ő is a pokolba. Miért? Figyeljetek ide, testvéreim.
mert eladta a szívét a mammonnak. A szívét. Isten a szívedet akarja. És azt vizsgálja meg, mindegy, mit mondasz, meg én is mit mondok. Isten megvizsgálja a pönt, hogy igaz-e? Valós-e? Figyeljetek. Olvasom. Szóval 7 dolgot gyűlöl az Úr. Utálja. Mind a langyosságot is. Kiköpi a szájából. Most képzel. Isten mondja ezt. A langyosságot. Igen, halleluja. Szeret az Úr. Most kézemben azt hiszi, el van intézve ez a kereszténység. Nem. Mindenkinek ajándéka van. Valakinek tanító, valakinek evangélis, valakinek 3-4 ajándékot is adott az Úr. Pál apostolnak mindenre volt, apostol. Egy apostolnak mindenre van. Pásztorolt, ugye itt ezeket a gyülekezeteket, ő pásztorolta. Tanított, ugye előteljes tanítások itt vannak. Evangélizált, ördögöt űzött, gyógyultak az emberek körülötte, igaz? Hát minden ajándék ott volt, egy jó apostolnál minden ajándéknak ott kell lenni. Na de apostolokat Isten válaszza ki. El ne felejtsük. És ez itt a földön nem úgy van most. Hanem a pásztorokban apostolok lettek. Egymást emberek embert ütöttek föl. Rengeteg sok pásztorban már erről is beszéltem. Ő magát tette oda ki, vagy éppen egy valaki fölkente őt. Azt hiszi, hogy pásztor azt látni, hogy meteg, ige ismerete sincs. Meg sincs tisztulva az életese. Ez látni, mikor elkezd tanulni, és érződik, hogy testbű, fejbű mondja. És oda tette valaki őt. Hát az is ki lehetett, aki ilyen embert oda tesz. Én emlékszek rá, most megint meg kell dicsérnem a volt pásztoromat. Mindig nekem mondta, ó Tibor, még ez, még az, meg mondjuk evangélizálni, hogy kimehet, azt mondja Pál apostol, az sem baj, ha színbűnyomod, Jézusról beszélsz. Ott nem tudsz baj csinálni, evangélizálsz. De nem engedett oda tenni. Most utólag azt mondom, én is engedtem volna magamat így ide ki, mint ahogy most vagyok. Engemet Isten ruhádott erre föl, nem emberek. Mert ugye megvannak a nagy gyülekezetek, egyházak. Ugye, hogy ki hova tartozik, mindig ebbe szarkoztak. Engemet is. Többek között. Kifedezd be! Menjünk tovább. Van a bárány. A bárány befedezi az a gyülekezet a pásztora, a vezetőség. Az a vezető, ha tartozik mondjuk a pünkösdi egyházhoz, akkor befedezi a pünkösdi egyház vezetőséget. Ezt ők mondják, Biblia ezt nem támaszza alá. Szeretném erőteljesen kijelenteni, hogy bibliailag nem tudják ezt alá támasztani, hogy kifedezd be. Figyelj ide! Akkor a pünkösdisták, vagy az egyház, a kisegyház, nagyegyház mind alá ment a Vatikán alá. Őket a Vatikán fedezi be. Ki a Vatikán? Az ördög zsinagógája. A Vatikán. Az ördög zsinagógája. Az vitt a pusztulatba, az a kardokot meg áldották annak idején, mentek a keresztes harcok. Hát egy keresztény nem mehet harcba, embereket nem öldökölhet, igaz? Az nem keresztény. Na most miket befedez? Kifedez be? Úr Jézus Krisztus az életét adta érettünk, és ő, ami közben járunk, a mennyei atyánk, ezt a Szentírás írja, nem a Tóthibi találján ki. És én hozzátartozok. És alapítványon keresztül is egy házak vagyunk, és hitelesen, hivatalosan cselekszünk, amit cselekszünk, megyünk evangelizálni, tanítások, és itt tovább. Minket Úr Jézus Krisztus fedez be. Pál apostolt is Úr Jézus Krisztus fedezte be. 2 helyen leírja a Szentírás, tanácsolom mindenki keresse meg, szépen aki a befedezési problémája van, mert valószínűleg nem találta még be. Mikor a Pál apostol kijelentő, nem tartozunk sehova se. Jézushoz tartozott Pál apostol. Mi is Jézushoz tartozunk, ő fedez be bennünket. Elég tudunk kiteljesedni Szent Szellem által. Mert ha már bemennék valami gyülekezet alá, aki a Vatikán alatt van, abban a szellemiségében töltekednénk be, ott már jönne a lepel a mi szemünkre és a homály, a szellemi vakság és a langyulat. Nem mindegy, hogy milyen közösségbe jársz,
a másik tanításnál, az előző tanításnál elmondtam, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Na most, ha rossz gyülekezetbe jársz, akkor csak langyulat van, puszta. Puszta. Széles út. Na, megyünk tovább, testvéreim. Olvasom. Kemény szemek. Utálatos az Úr előtt. Hazug jelv. Ártatlan vért ontó kezek. Ez az abortusz is benne van. Utálatos nagyon az Úr előtt. Utálja és gyűlöli az ilyet. Álnok terveket forraló szív, mert minden rossz, gonosz gondolat itt jönne. Azt mondja a Úr Jézus Krisztus. Nem attól lesz ő beteg, ami a szádon bemegy. Koronavírustól. Istennek, emberének nem kell félnie. Attól lesz ő beteg, ami a szádon kimegy. A gonosz gondolatokat sorolja ő végig. Amit itt ír most. És utálatos ez az Úr előtt. Figyeljetek. Gonosz a sietségre futó lábak, hazugság, lehelő, hamis tanú, aki a hamisságot még le is igazolja, aki szerez háborúságot a atyafiak között. Dúlnak-fúlnak. S nem akarok senkit bántani. Ha nem mondok neveket meg gyülekezeteket. De jön a keresztény, és van, aki 8 méterről fog veled kered. Mikor még koronavírus sincsen, meg nem volt. Olyan nagy szeretet van benne. És akkor volt, akit meg akartam, mi nem puszítkodunk. Vezetőnek a szájából hangzott el. Akkor kérdezem én, az ő szíve hol van? Ha szeretettel akartam megölelni, mert szeretem. Az atya fiatkat. Bűnösöket én sem, hát az Úr se szereti. De az mindig szétválassza. Na de ezt a cét kell választani, és nem haragudni rá, hanem imádkozni érte, mert nekünk nem emberekkel van tusakodásaink, hanem szellemek ellen, az ördög zsinagógája ellen. És többen vannak. Menjünk tovább, testvéreim, az Úrban. 3 Mózes 18. 3 Mózes 18. fejezet 5-ös igeversét szeretném felolvasni nektek, ami ezt mondja, itt már az alapok le vannak téve. Alapok az Ó Testamentum. Úr Jézus Krisztus is mindig arra hivatkodott. Persze mondja a kegyelmes, ha nem volt még Új Testamentum. Ezek a kegyelmesek mindjárt lekontrálnak mindent. Persze, hogy nem volt, de még a Pál apostol is hivatkodik az Ó Testamentumra. Figyeljetek ide. 18-as fejezet 5-ös igeverset se ezt mondja nekünk. Tanítsátok meg azért az én rendeleteimet. Ezek nem a Mózes rendeletei, Istennek a rendeletei voltak. Hanem Mózes hozzatok. Isten rendelete. Igen. És én végzéseimet, amik le vannak írva. Amelyeket, ha megcselekszik az ember, él. Azok által, hogy megcselekszed, mert Szent Szellemmel betöltekezted maga a szeretet is, akkor te már cselekedni akarsz evangéliumot hirdetni, mert szereted azokat is, akik még nincsenek az Úrnál. De bűnt utálod te is, és nem vegyülsz velük. Csak elmondod nekik az igazat, hogy meg kell térni. Ha sok keresztény meg sincs térve. Már előtt tanítottam, hogy mi a megtérés. Hát nem az, hogy egy befogadó imát elmondunk, ez egy első lépcsőfokozat. Figyeljetek, olvasom tovább. Megcselekszik az ember, él azok által, figyelj, azok által élsz, hogy megcselekszed. Nem csak hallgatója vagy, ahogy Jakab levele mondja, hanem cselekvője is. Én vagyok az Úr. Ezt Isten mondja, ő az Úr. Isten mondja. Ő az Úr mondja. Hát most kinek ki az Úr a szívébe, ugye? Van akinek az ördög, széles úton, akik járnak, és hát az a szűkeskeny úton meg van akinek Isten van itt a szívébe. Az meg sem meri tenni. Hát a már jön a gondolata elhesegteti. Hát itt kezdődik már a szellemi harc itt te. Takarozt ő nem sátán. Halleluja, dicsőség az Úr. Menjünk tovább.
Példabeszédek 17.3. Figyeljetek, 17. fejezet 3-as ige versét szeretném nektek felolvasni, ami ezt mondja nekünk. Következő. Az olvasztó tégely az ezüst számára van, amiben beolvasszák a tégelybe, ugye? Az ötös. A kemence az aranyért van. Szívek vizsgálója pedig az Úr. Mi az üzenete ennek? Hogy a tüzes sajtóba be fog tégedet tenni Isten, aki az Isten útján akar haladni, az Isten azon munkálkodik, hogy megtisztítja, mint mikor az ötvös az aranyat beteszi a tégelybe, és jó alápűt. Fortyong az arany, nem tudom, láttatok-e már ilyet. És a salak csapódik ki belőle. Ugyanígy van Istennel és a keresztényekkel. Akit Isten azt mondja, akit én elválasztottam, az megtisztítom. Amen. Hogyan tisztítja meg? Az a kereszténynek bizony vannak túlszakodásai. És Isten rá is engedi az ördögöt. Mi? Hogy győzd le, nem Isten győzi le te helyetted. Tévedés. Hanem Isten azt szabályozza be, hogy nem enged többet rád, hogy ne kattanj bele, hanem csak amennyit bír, hogy táguljál. A salak meg frecsogjon ki az emberek életéből. Mi a salak? A salak az alja. Mi az alja? Szokták mondani utolsó bűnösre, alja nép, aki tele van salakkal, bűnnel. Ezt akarja az Úr, az ördögöt kiégetni belőled. Erről most tudnák nektek egy óra hosszát tanítani, hogy mind vitt keresztül engemet az Úr. Ugyanez a salakmenet. És ez folyamatos, nehogy azt higgyétek nekem, dő hátra. Nem dőhetek hátra, folyamatosan Isten engedi rám az ellenséget. Mint hogy a Pál apostolra is. De hát miért? Azért, hogy én ismerjem föl, figyeljetek. Ismerjem föl. És harcolja meg, és én üldözzem ki az életemből. Szentelem által, mert magamtól semmi nem megy. Magamtól semmi vagyok, egy por szent testvéreim, mert az vagyok. De Isten által Istennek szócsöve. És ahhoz, hogy még erőteljesebb legyen a Szentírás, a salakot kicsapatja az Úr belőlem, és egyre nagyobb harcokat ad. És ezt tudjátok, hol van? A legbelső szobámban. Ott megy a harc. Erről kell, hogy tanítsak, mert nagyon nagy tanítást is adott az Úr. Hú, nagy dolgokon vitt keresztül. Megyünk tovább. Jakab 4:8. Jakab levele 4. fejezetéhez oda menjek, testvérem az Úrban, és szeretném nektek felolvasni. Hú, én is örség neked, Uram. 4. fejezet, 8-ast mondtam, igaz? Igen. Így van. Olvasom, testvéreim. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Amen. Itt megállok, még nem olvastam még az igéjét. Ennek az a lényege, ha én nem közeledek az Úr felé, nehogy azt hitt, hogy ő közeledik te felé. Hát Jézus Krisztus Jeruzsálemben mit mondott? Hitetlenek voltak ennek, több csodát nem tett ott. Aki kérte, azt meggyógyította. Aki megkérte, az oda ment. Uram, ha akarsz, akkor vaksávomat vedd el. Oda ment. Nem Jézus ment oda, figyelj, hagyj gyógyítsalak már meg téged, de jó óra, ha megtérnél. Nem én erőszakoskodok. Hát ha valaki beteg, fölismerte, és nem egy volt ilyen az életünkben, eljött ide, szabadító szolgálatot csináltunk, kiűztük a betegségnek a szellemiségét belőle, két napon belül meggyógyult, hivatalos leletek vannak róla. Hát ez a folyamat. Nehogy elhiggye valaki azt egyet imádkozó jóval, ha a hite rendben van. Mert már hallottam olyan tanítást, hogy ott a Jézus mindenkiből nem üste az ördögöt, imádkozott, meggyógyult. Persze, mert ő megvizsgálta a szívét, már rendben volt. Akinek rendben van a szíve, az elég telefonon keresztül is csináltam szabadító szolgálatot Hollandiába, érted a hölgy. Ott el kellett nyelveken beszélni, mikor megszabadult. Én itt voltam Berzsegyházban. Testvéreim.
Pál apostol mit mondott? Testben nem vagyok ott, de szellemben ott vagyok köztetek. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. És az Úr megmutat dolgokat látomásban. Van akinek álomban. Nem hiszem, hogy lesz idő erről, hogy tanítsa. Nagy tanításon mentem keresztül most is. Meg a tüzes tégelyben ben voltam én is. Rendesen. Amit úgy nem láttatok rajtam. De ott ment az erőteljes tusakodás. Komoly ellenség volt az. De az Úrral talpunk alatt van a kígyó is. Amen. Figyeljetek, menjünk, hogyha ezt végigolvasom. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök. Szenteljétek meg a szíveteket, ti kételkedők. Kettőség. Tamás. Ha nyomda, mit mondott a hitetlen Tamás? Majd elhiszem, hogy a Jézus azt az ujjamat beteszem a kezeikbe, ahol ki volt szögedve. Na gyere ide, te hitetlen Tamás, tódd be! Ne hitetlen legyél, hanem hívő! Hívő! Nem az ott a keresztény, ha mindenki keresztény. Nem bántom Orbán Viktor, de ő is keresztény. Mondja is, még azt is, hogy keresztény országok vagyunk. Miközben hemzseg a bálványimádás, hivatalosan lehet a abortuszt csinálni, gyilkolni, ez mind megy szembe a Szentírással. Nem vagyunk keresztény ország. Hemzseg a bűn. Homokosoknak összejöveteleket lehet rendezni, hát te meg elmész egy paluba, kérsz egy kis helyet, hogy evangélizálják, volt rá például, hogy nem adták. De le van írva a Szentírásba, Szodoma Gomorra lesz abba a faluba. Nem mondom meg melyik falu, nem egy volt ilyen. Szodoma Gomorra esete. Az Úr el fogja pusztítani, ahol nem engedi az Isten munkáját. Bizony. Hát most gondolkodjatok el. A homokosoknak lehet napjuk. Igaz? Rendezvények, minden. Fémesztelen szaladgálni a faluba, városba, föl háborítani. Szodoma Gomorra. Utolsó idők jelei. Le van írva a Szentírás. Menjünk tovább. Galata 3.13. Beszéljünk arról ugye, amiről nagyon szerettek a kegyelmesek is beszélni. Galatai levél, 3. fejezet, ugye fejből is tudjuk az igét, hogy mi a jelentése, stb. De oda megyünk és felolvassuk testvére. 3. fejezet, 13-as ige verse. Amit nagyon szeretnek idézni, ami ezt mondja, halad 13-as. Olvasom. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától. Átokká tétetvén érettünk, mert meg van írva. Átkozott mindenki, aki fán függ. A drága jóságos mennyei atyánk annyira szeretett minket, elküldte egyszülött fiát, ki magára vette átkainkat, bűneinket, fölvitte a Golgotai keresztre. S a drága életét ontotta ki érettünk. És leírja a János evangélium a 14-es fejezet 6-os ige verse, egyetlen egy út van, amely a mennyek országába vezet. Úr Jézus Krisztuson keresztül. Magyarul Úr Jézus be kell fogadni a szívünk. Újjá kell születni. Minket nem visz se az egyház a mennyországba. Járhatsz te oda, meg befedezhet tégedet az egyház. Nem fogsz ettől a mennyországba kerülni. Nem fog a Mária se minket oda vinni. A Buddha se, a senki se. Krisztus se, sorolhatnánk, de sok hamis vallás. Nem az fog téged a mennyek országába vinni, hanem az, hogy a szívedet megtisztítottad, hogy itt elhangzott. Tisztítsd meg a szívedet. Beköltözik oda az Úr, akkor Isten embere vagy, meg fog téged pecsételni a szellemvilágban, és valamikor olyan Úr Jézus értünk, pecsétet látja az angyal, már visz is föl bennünket. Halleluja! De ehhez a bűnöket ki kell dobni az életünkből, fel kell ismerni, nekünk kell lejönni az ellenséget. Ezért van a talpunk alá rakva. Hatalmat kaptunk,
Lukács 10:19 leírja, kígyókon, skorpiókon taposunk, nem árt nékünk. Kinek árt? Annak árt, aki a széles úton van, mert bűnben van a pusztában. Annak árt, mert van nyitott ajtó az életébe, és be tud az ördög menni az ő életébe. És munkálkodik. És az ördög azért jött, leírja János 10:10 nagyon szépen, a evangélium. Ördög lopni, csalni, nyomorba dönteni, kinyírni jött. Hát ha ilyen van az életedben, drága testvérem, akkor az ördög is ott van a te életedben, mert ez egy hamis tanítás, aki azt meri tanítani, hogy a keresztény nem lehet démonizált. Dehogy nem. Aki ezt tanítja, ő maga is becsapott állapotban van. Az ördög által, aki ilyet tanít. Ő is. Figyeljetek. Kolossé 2:14. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Kolossé 2:14. Jó a mi úr testvérek. Második fejezet 14-es igeverse. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén azt a keresztpára. Amen. De ettől nem tisztított meg egy keresztényt se. Úr Jézus ezt megcselekedte. Legyőzte az ellenséget, utána a személyenként nekünk is le kell győzni. Ha Jézus Krisztus tanításait követjük, mindenhol ördögöt űzött, halottakat támasztott, betegeket gyógyított és tanított. Más nem csinált. Nagy ritkán még aludt is talán. Mert még azt is tudjuk, éjjel imádkozott, nappal meg cselekedett. És azonta tanítva, nekem nincs hova letenni a fejemet. Úgy kövessetek engemet. Róma 3:26. Szeretnénk egy nagyon fontos dolgot tisztázni. Hogy ez így van, amit idáig is felolvastam. Miért van így? Azért, mert Isten írása. Na de testvérem, azért ne felejtsük már azt el, amit itt a római leveleknek írt Pál apostol. Figyeljetek! Még egyszer hangsúlyozom. Római levél, 3. fejezet, 25-ös igeverse. Olvasom. Akit az Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatul az ő vérében hit által, hiába rendelte el az Úr, ha az ember nem hisz, az ördög lehúzta őt a sárga földig. Figyelj! Hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűrésből, a mi atyánk hosszú tűrő, le van írva a Szentírásba, nem elfelejtett minket, hanem hosszan tűr az, hogy mindenki megtérjen. Na aztán látjuk azt, hogy sok keresztény is megtérve, igaz? Akkor ne nagyvilágiakkal foglalkozunk. Az én pásztorom mindig azt mondta nekem, magaddal foglalkozz, Tibor, nem feleségeddel. Imádkozz, leírta, azt hagyd az Úrra. De persze kötözni megtörhetem a hatalmát a sátánnak, mert hatalmat kaptam rá. De akkor én is ott bűnös voltam. Sátán kiröhögött engemet is. Hát hiszen tele voltam én is bűnne. Ördögje. Hát azt mondja az ördög, mit akarsz te ember, meghippantál? Hát te tele vagy, ahogy akarod kiűzni, hát ott vagyok benned. És ez így volt, és sok keresztényen így van. Csak nem veszik tudomásul. Figyeljetek csak ide, mert nincs még vége ennek az igének. Mert hosszú tűrésből elnézte, figyelj, a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Megállom. És szeretném felhívni minden vezetőnek a figyelmét, hogy ezeket az igéket vegye elő, és nyugodtan az Úr elé mehet, de nincs mi az Úr elé menni. A korábban elkövetett bűneinket törölt el az Úr. A befeljutott odáig, hogy egy befogadó imát elmondtál. Szívből, ha nem erőszakú, valaki erőszakoskodott aztán. Van olyan, aki látom rajta, mikor mondja, na jó, van, mondom, meg bólingat a evangélium. Ezek a legveszélyesebbek.
Igazán szívbe be se fogadta. Aki befogadta, változik az élete. Mind ahogy elmondhatnám, itt egy palu odébb, Isten elküldött engem innét Veresetyádról, menjek Csomádra dinnyét venni. Mikor itt van, vagy négy zöldségbolt. Mondom, minek menjek Csomádra? Hát a Isten tette az én szívembe, mentem. És akkor volt egy fiatalember, kiderült, hogy apja meggyógyult, már jártak nálam, én már nem is ismertem fölött, de ő fölismert engemet. Szóval apám meggyógyult a rákos betegségből. Hát nem emlékszik rá, Tibi bácsi? Jaj, mondom, tényleg, most mondod, már emlékszem. Ott árult a dinnyét ilyen rekesz ládába, tere csurdolti. Aztán még egy darabot se adott te. És a Kót volt a unoköccse, egy 11 éves fiatalember, az végig hallgatta, hogy én Jézusról beszéltem neki. És képzeld el, mondom, az Urat be akarod fogadni a szívedbe? És megszólalt az a 11 éves fiú. Erre várok évek óta. 11 éves gyerek. Elküld engem Isten dinnyét venni, és az a 11 éves fiú évek óta arra vár, hogy az Urat befogadhassa. Befogadta az Urat. Megjött a nagybátyja is, vagy unokatestvére. Simádkoztam állni, hogy a dinnyét az Úr küldjön be őket. Na, figyeljetek, mi történt. Majd egy hét múlva Isten megint szívemre jönni, menjek oda dinnyét venni. Mert nekem adott dinnyét, nem engedsz, hogy kifüldessem. Mondom, ne csináld ezt velem, mert nem jövök többet. Mondom, akkor veszek egy sárga dinnyét, azt kifüldetem, azt se engedte. És egy hét múlva megint mentem, ott volt a nővére neki. Az is befogadta az Urat, tudtam, hogy miért megyek, és most figyeljetek, mit csináltatok. Isten megmutatta nekik, hogy ki az Isten. Az összes dinnyét alon a napon eladta. Ilyen nagy rekesz tele volt dinnyével. Eladta az összeset. Na ez a mi Istenünk. Akinek Isten az életében van, az cselekszik, az nem unja halálra magát, meg nem így jár, igen, jó, azt látod, hogy csak az ördög emzsen az életében, hanem jelek és csodák követik. Ahogy a abcsernál volt, lesz is az igen. Nem tudom, lesz-e már, mert nagyon szalad az idő. De ezt el kellett, hogy mondjam. Nektek tanúbizonyságként. Szóval visszatérve, Római Levél 3. fejezet 25. verse csak azt törölte el a régi bűnöket. Mert mikor én fölismertem Istent, be kell fogadnod én szívembe, ami addig volt az ige és írja, tudatlanságot mind végig elnézem nékik. És én is tudatlan voltam. Parázsaság, berúgva, cigaretta, minden. Tudatlan voltam. De mikor sok keresztény ezt csinálja. Spangli, parázsaság, már harmadik feleséget veszi, fordítva is érvényes, a nőkre is. Tudunk, hogy a talán gyerek annyi férje volt neki. Az kereszténynek vallja magát. Értitek? Hogy azt a bűnt vette el, nem automata, ami mennyei atyán, hogy holnap elkövetek egy bűnt, azt ő eltörni. Nem. Az ott benn van az életemben, és az azért van, hogy kivigyen engemet a pusztába. És ha már kim vagyok a pusztába, az éles úton, már nem az Úrban járok. Értitek? Ez nagyon fontos. Menjünk tovább. Zsidó 10:22, zsidókhoz írt levél, 10. fejezet, 22. ige verse. Járuljunk hozzá igaz szívvel, nem véletlenül van leírva, a szívet vizsgáljunk. Leeszte szépen kiöltözve, 100 000 forintos öltöny is lehet rajtad, és így tovább, és belülről meg olyan vagy, mint a ragadvány, mint a farizeusok. Nyilván ez nem mindenki ilyen. De javarésze, igen. De olyan, mikor retkes vagyok, fölveszem az új ruhát, de jól nézel ki, az belül meg a retekesz meg. Attól, mert szép ruhába járunk, attól az ördög még benn van az edényben. Azt mondja, járulj hozzám igaz szívvel, hitnek teljességével, az Úrban hiszel, nem az orvosokban.
mint akiknek szívük megtisztult. Mitől? A gonosz lelkiismerettel. A vérrel való meghintés által. Ugye régen tudjuk, vérre hintették meg a férfát. Most van nekünk szent szellemünk. Hát itt van az edényünkben, én kimerem jelenteni, itt van az én szívemben. Meghintés által, és testünk meg van mosva tiszta vízzel. Na ekkor vagy megmosva. Mikor az Úr a borsajtóba betesz szépen, az prézse. Látja, na még ott van az ördög benne. Jó van. Nyomjunk egy kicsit neki. Ne érezd olyan jó magát. Pál apostol esete. Tövis koszorút kaptam. Az ördög angyalától. Hogy ne legyek kemény. Ne szálljak el magamtól. Én is kaptam. Múlt hetekben. Hogy nehogy az higgyen már csak az ördög, itt van a talpad alatt. Nem. Még volt, ami benn volt az edényben. Már erre egy külön tanítás, ez nagy tanítás van benne. Persze dő hátra, azokat nem bántja az ördög. Az alaphangon pokol. Tiszta harcban vagyunk. Ez a Pál apostol állandóan harcolt. Ez a Jézus Krisztus állandóan ördögöt üzte. Ha nekünk nem kell. Ne viccelődjük már. Annak nem kell, aki már rég az ördögnél van, a széles utolját. Az azt mondja, jó minden. Én is azt mondom, hogy jó minden. Pál apostol azt mondja, adjatok hálát mindenkor mindenért. Mikor érzed, hogy nem jó velek a dolgok, már testi fájdalmakat is érzel, akkor nem az orvoshoz szalad, ördögben van az életemben, hát az végzi. Ha nem Isten ad fejpályást, nem Isten szorongatja a gyomrodot, nem bírsz enni. Az ördög, az szorongatja. Na de ez is a mi okulásunkra íródott le, és hogy mi épüljünk és táguljunk. Hogyan tágult? Mindaddig a puszta, míg fölismered, megvallod, megtöröd altalmad és takarodsz ki felé. Ördög. Ekkor már a talpad alatt lesz. Ekkor. Köszönöm. Menjünk tovább, testvéreim, mert szalad az idő. János evangélium a 17:3. Megnézzük, mit akar nekünk. János evangélium előződni. 17. fejezet, 3-as igeverse, ami ezt mondja testvéreim az Úrban. Olvasom. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten. Meg kell ismerni Istent. Ha nem csak a gyűlibe járna, azt nem is ismeri. Nem hallja az Úr hangját. Nem tanulmányozza az igét. Ha hogy akarja megismerni Istent? És akit elküldtél, Jézus Krisztust. Meg kell ismerni Úr Jézus Krisztust. Aki ismeri Úr Jézus Krisztust, Szent Szellem az életében van, ha már csak rossz gondolatod van, már átszom. Na idáig kell eljutni. Erre mondja az ige, hogy minden rossz gondolatot csípjél el Jézus nevében, és vesd ki az elmédből, mert ott kezdődik a bűn. Amen. 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 Halleluja. Testvérem János, 1 János 5:20. Halleluja, oda megyünk. 1 János 5. fejezet, 20-as igeversét felolvasom nektek. Testvérem, ami ezt mondja nékünk, halleluja, olvasom. De tudjuk azt is, hogy az Isten fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat. Értelem azt jelenti bölcsesség a szívben. És azt csak Isten tudja adni. Akinek van 3-4 diplomája, az nem értelmet kapott, hanem észt. Sokat begyűjtött ide. De attól még nem kerül a mennyek országába. Szóval, hogy értelmet megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban ő vagyunk, ő az igaz Isten és örök élet.
Na tessék, drága testvérem, én is fölteszem a kérdést, mind azoknak a vezetőknek, hát akkor a Jézus Krisztusban vagyok. Ő én bennem. Hát akkor ki akar engem bepedezni? Na, az emberek? A Vatikán? A Sátán zsinagógája? Vagy ki? Vagy az a hamis pásztor? Vagy az a hamis gyülekezet? Aki még pőse ismerte és nem az Úrnál van? Az akar engem bepedezni? Akkor már az Úr bennem van, Isten edénye vagyok. Nem az egyházé, nem a gyülekezeté. Ti is nem a gyülekezet edényei vagytok, nem. Én, akik ide járnak és egy csapatban vagyunk egy szellemben, azokat valószínűleg én pásztorlom, igaz? Igaz. De Istenhez tartozik. Nekem az a feladatom, hogy Isten hangját hallja meg. Nem leuralni őt. Így van, az kész. Aki ott van Istennél, hát ki akarja bevezetni, mondjátok már meg. Aki már Istennél van, az már Isten vezeti be. Az már Istennel tud beszélgetni. Vagy igény keresztül a Szent Szellem megszólal neki. És kibontja azt az igét. Halleluja, menjünk tovább, testvérem. Az a üdvösség ingyen van, de az örökség átvételéhez megigazulásra van szükségünk. Nézzük meg a Róma 5.20, 5. fejezetét, Római Levél, 5. fejezet, 20-asig verse. 20-tól 21-ig felolvasom, testvéreim az Úrban, ami ezt mondja nékünk, 5. fejezet. Olvasom, 20-asig verse. Törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék. Te nem volna törvény, onnét tudnánk, mi a bűn, igaz? Ha nem volnának kresztörvények, stopptábla első, akkor onnét tudnám, mi az, mennék, mint a vakló. Igaz? Hát így van az ember is. Törvényt azért adta az Úr. De ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Mert az Úr a bűnösökért jött. Na de az nem azt jelenti, hogy akkor halmozzuk a bűnt. Erről szó sincs. Figyelj, mit ír a 21-es igevers. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, a bűn mindig is a halálra visz, most is. Azonképpen kegyelem is uralkodjék a megigazulás által. Na most ezt az igét tanácsolnám mindenki gondolját, Szent Szellem által. Még egyszer olvasom. Azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által. Akkor fogsz megigazulni, akkor fogsz kegyelem alá esni, ha megigazultál a bűntől. Ha másképp nem. Hát a bűntől nem igazulok meg, nem kaptam kegyelemet. Értitek? Hát akkor bűnös gazember vagyok, és a bűnösök nem kerülnek fel a mennyek országába. Hát csak azoknak van kegyelem. Ha most csak ezt nem értik a sok vezető se, meg bárány se, mert mindvégig kegyelem van a bűnösnek is. A naponta paráználkodhat, naponta dohányzik, igaz? Az mégis én, gyülekezetbe jár. Mert kegyelem van. De nem igazult meg. Nem igaz, erre van a kegyelem. Hogy fölismerje, nem arra a sportot üzzön belőle. Hallja, és csak végzi már 5 éve, és ezen ágában sincs kijönni a bűnből. Menjünk tovább. Megigazulás által, figyelj, a kegyelem is uralkodik a megigazulás által. Ahogy megigazulok, az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által. Na most az imént visszakövenni az előző ígére, hogy mennyire kapcsolódik össze egyik a másikkal. Hát ha Úr Jézus Krisztus nincs az én szívemben, hát akkor hogy akarok ő általa megigazulni, mondd már meg. Ha meg egyszer ő ide beköltözött, akkor ő koszos edélyben emlakozik, és azon munkálkodik, hogy betegyen engem az olvasztó tégelybe, és ami még ott benn van, kicsavarja. Mert remélem jó magamat. Remélem jó. Ha csak rossz gondolat van, akkor sem. Megszólal a lelkiismeret.
És itt az igében elhangzik több helyen is, tisztítsátok meg a lelki ismereteteket. Halleluja, menjünk tovább. 1 Péter 1.23. 1 Péter 1.23. Péter első levele 1.23. Első fejezet 23-as igeverse, olvasom. Mint akik újonnan születtek, nem romlandó magból, mi az? Az ige. De romolhatatlanból Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Az ige, aki él, ki az ige? Isten. Akkor az igét tanulmányozod, Isten beköltözik a te szívedbe, meg fogja tisztítani, betesz a borsajtóba, és tisztulsz, és szabadulsz, és majd akkor ideállít tégedet. És nem azt fogod tanítani, hogy dobd el a Bibliát, nem kell neked tanulni, majd a Szent Szellem mindent eszedbe jut. Mészáros Gyula tanítja ezt. Démonizált állapotban van, kundalini szellemiséggel, hazugság és tévegész szellemisége van az életébe, és az egész országban lépte nyomon pakolgassa a kezét, és az emberek ott petrengenek. Isten hozta fel, hogy mondjam el. Ez a mágában nem volt. De amit Isten főhoz, én meg elmondom. Mert én nem embereknek akarok tetszeni. Akkor bizonyára Úr Jézus szolgája nem lehetnék. Szóval még egyszer, csak ige által jön a megújulás. Ha most van keresztény, aki nem is olvassa a Bibliát. Ha van olyan, aki 10 éve megkérdezett tőle, elolvastad a Szentírást? Hányszor olvastad? Ha még egyszer sem. Sírom. Ha milyen keresztény ez? Dehogy keresztény. Nagyvilági. Semmi köze Istenhez. Semmi. Egy János 1.7, figyeljetek testvére. Ez egy nagyon fontos igék. Persze okoskodni azt tud mindenki. Bibliát el se olvasta, de okosabbnak érzi magát. Azt harapni lehet a sötétséget az elvejébe, szellem által lehet érezni, hogy milyen megkötődött állapotban van. Ahol ne csekő, hogy szólaljon. Isten kijelenti ezt. 1 János 5.20. Szóval olvastam, bocsánat. 1 János, első fejezet, 7-es ige verse, igen. 1 János, levele, és első fejezet, 7-es ige verse. Ha pedig világosságban járunk, mint ő, maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Na de ezt közösségbe kell járnunk vele. Úr Jézus Krisztussal együtt járunk. Szent Szellem az életünkben van, akkor már az Isten meg fog minket majd tisztítani. És ez is egy folyamat. Ez is egy folyamat. Mikor ott bent érzed, hogy valami nincsen rendben, és az Úr főhozza azokat a bűnöket, a szellemvilágban meg is mutatja, vagy pedig álmon keresztül. Szerintem a következő tanítás belül beszélek. Milyen tusakodások vannak? És győztes készülsz ki? Mihez fölismerted? Ha nem, akkor csak tengődsz. Bemész a gyülibe, kicsit jó esik a dicsőítés, ugye az a testnek is, aztán hazajössz otthon, minden folytatódik ugyanúgy. Minden. Nem változott meg az élet. Kolosé 1.10. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Kolosé levele, oda megyünk testvéreim. Felolvasom nektek. Első fejezet, 10-es ige versét. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Amen. Hogyan tudsz Isten megismerésében?
hogy kaptál már bölcsességet, tanulmányozott az Szentírás, és a Szent Szellem kinyilvánítja neked azt az igét. Csak így. Száradom, öl az ige, akkor nincs Szent Szellem, öl. Öl a betű. Száradom, Zsidó 4:2 leírja. Ézsaiás 55:11. Na ugye ígéről beszéltünk. Ézsaiás 55. fejezet 11-es ige verse. Amit felolvasom, nagyon jó, drága testvéreim az Úrban. Olvasom. Így lesz az én igény, amely a számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahova küldtem. Amen. Az ige elvégzi. Kimegy az ige, Szent Szellem által, kinyitod a szívedet, nem a elmédet, bemegy oda az ige, és az ige meg elvégzi a munkát, amit kell. Mert föl van kerve az ige. Ki az? Isten. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Isten, így van. Máté 5:17. Halleluja. 5. fejezet, 17-es, 18-as ige verse. Jézus Krisztus szavai. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Semmi ige nem lett eltörölve. Hazug tanítás az, hogy ránk nem vonatkozik. És itt ez a kegyelmeseknek a tanítója. Tanításai. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényben egy jóta, vagy egyetlen egy pontocska el nem múlik, amik minden be nem teljesedik. Az Ó testamentumban is, az Új testamentumban is. Hiszen az utolsó időkről a Dávid prófétát álomban mindent részletesen. Na most képzeld, azt kidobjuk. Hát olyan sötétségben is van, aki azt kidobja. Ó testamentum nem tartozik rá. Nem is érti az se, a koronavírus sem. Hogy a sárga lovas el van engedve, a halál és a pokolnak a szellemisége, aki káoszt okoz, dög halált és éjséget. Ennek ez a lényege. Az itt a földön kitalálnak egy vírus, ez egy dolog. Az még tudatosan bele is hajtogatják az emberbe. És akik sokan meghaltak, idősek, mindenhol a információt aszották, ma amúgy is volt valami baja, és le volt épülve az immunrendszere. Hát mindenek szellemisége van, emberek. Hát a testi keresztény ezt persze, hogy nem érti. Az se érti, hogy még ördögöt kötödni és űzni. Őtet nem bántja, nem át. Hát mert már rég az ördögnél van, azaz még újjá se született. Újjá se született. Ha hogy bántanám az ördög? Az örül, ha úgy maradsz. Akkor eljön az idő, mikor Jézus jön, de jön az ördög is. Az ördög viszi az övéit, a bűnösöket, a mennyei atyám meg azt, akit megtisztított. Mert ő azt mondta, akit én elhívtam, meg is tisztítom. Hát meg! Komoly meccsen volt nekem is. Az utóbbi 2 hetekben vagy 3 hete már. Hú, tanulságos lesz, el fogom majd mondani nektek. Ma nincs rá idő. Róma 10:4. Római levél 10. fejezet. Oda megyünk, és a 4-es ige verset felolvasom nektek, testvéreim. Római levél 10. fejezet. 4-es ige verset. Ezt mondja nékünk, olvasom, testvéreim. Halleluja. És mindjárt egy szelleme itattattak meg, mert ittak a szellemi kősziklából, Jézusból, amely követte őket, e kőszikla pedig Krisztus volt. Hát mi a szellemi kenyér? Volt erről tanítás már. Szellemi kenyér Úr Jézus. Folyamatosan tanulmányozott. És szellemiekben töltözve. Megnéztem, nem sokan nézték. Innét is látni, testi keresztényeket már címre rá se kattint. Szellemi kenyér, fogalma sincs mi az. Több vezető szájából elhangzott, ó, el van minden szellemesítve. Tudom, hogy nekem szó. Hát az egész Biblia szellemi. Isten szellem. Szent szellem, szellem. Szent prófétákon keresztül íródott, le van írva.
és Szent Szellem által tudsz újjászületnöd, te is szellemi leszel, nem testi. Mert test és vér nem látja meg a mennyek országát. Újjá kell születni. Ezek a szellemi vakok mondják ám ezt. Meg sok szellemi vak tanít is. Hát látom, oda kiáll és azt mondja magáról, hogy pásztor. Én semmi vagyok, én egy porszem vagyok, Isten szolgája. Én nagyon jól tudom, milyen ajándékaim vannak. Azt mondja, az Úr kinyilvánította. Szent Szellem által. De nem ez a lényeg. Hiába van ajándékot, ha nem vagy az Úrnál. Az ördögöt szolgálod. Ha sokan nyelveken beszélnek, az hol bűnös? Mert az ördög beszél az ő nyelvével. Ha vannak gyülekezetek csak habrityónak, és közben az ige azt írja, mennek szembe a Szentírással. Ha gyülekezetben vagytok, csak akkor beszéljetek nyelveken, ha van magyarázó. Először csak egy. Azt a magyarázó megmagyarázza, hogy a gyülekezet épülésére legyen. Ezt írja a Szentírás. De erre bemész a gyülekezetbe, sikadal van, rasi kirébb van, rasa, rebele, sikadal van, és mindenki nyomja magáét. Azt érezni, hogy az ördög van körülötte meg benne. És nyelveken beszél. Ilyenkor az ördög beszél az ő nyelvével. Egy élő példát el kell mondani, hogy tanuljanak a kedves keresztények. Van egy ismerősünk, akinek megvan az ajándéka a nyelveken való beszédhez. És közösségben volt, és nyelveken beszéltek, és a testvér, akinek ajándéka a magyarázás, oda ment a hölgyhöz, mondta, testvérnő, maradj csendbe, hallgassál, mert egyfolytában gyülekezetet szidom. Ne ez az ördög, az átok kimondása a nyelveken keresztül. Nem azt mondja az ige, ne hagyjátok ezt sem, de legyen magyarázó köztetek. Én is szoktam nyelveken beszélni a legbelső szobámba. És akkor az Úr szól hozzám. Vagy egy igén keresztül, általában igén keresztül. Vagy álomban, most legutóbb, álomban jelzett nekem dolgokat. Majd elmondom, nagy tanúság van benne, nagy tanítás. Mindenki számára nekem is adott. Fölolvastam, hol vagyunk? Kolosé? Róma 14. Róma 10, azt felolvastam? Ja, akkor köszönöm szépen. Galata 3:24. Halleluja, szent az Úr, halleluja, halleluja. Galatai levél, 3. fejezet, 10. igeverse, ezt mondja nekünk. Azért, hogy ismerté legyen most a mennybéli fejedelmesség és hatalmasságok előtt az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Hogy a sokféle bölcsesség a sokféle ajándékok. Nem csak egy ajándék van, testvéreim, teljesen nem biblikus, hogy csak kiáll a pásztor. Az mindig ő van. Én sem nem azért állok ide, tanítani mindig kell. Pásztorozni is kell. Ugyan volt körülöttünk hamis próféta. Kétszínűség szellemiségével. Az igazságra rá lett mutatva, elszaladta, hogy az ige mondja, az igazak gyülekezetében nem állnak meg a hamisak. Hát én ma alig várnám. Jönne ide valaki, azt ő is hagynyomja. De először tisztuljon meg, legyen benne a borsajtóban. Ne pszenetmedett butaságokat beszélje, ami nincs is a Szentírásban. Az nyilván ne álljon ide. Figyeljetek. Olvasom tovább. Galata 5. fejezet 5-6. Mert hitre kell jutni. De hogyan jutunk hitre? Mit mond a Szentírás, a mi hitünk által lesz üdvösségünk? Erre hátradőlnek azok, akik sose tértek meg, csak egyszer egy megtérítő imát elmondtak, tele vannak bűnnel, hiszünk Istenbe, na ez így kevés. A természet fölötti hit az látszódik a cselekedeteidből. Most erről beszélünk. Figyeld, és hogyan tudod a hitedet növeszteni? Itt le van írva. Mert azt jól tudjuk, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy pösvénynek, ki bálványimáló, nincs öröksége. Na, hát de nincs öröksége, amit örökség ingyen kaptuk az Úr Jézus Krisztus halála által, az üdvösség ingyen van. Ingyen van. Ezt jól mondják.
De nekünk át kell tudni venni azt, amit ingyen kaptunk. És Istennek országában nem fognak a pösvények fölkerülni. Nem. Ez nagyon-nagyon fontos. Olvassuk el a 6. igeverset. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. Ezek az üres beszédek. Szeret az Úr, szeret az Úr, cumi be a száján, perenkát kihúzza, mint egy csecsemő. Hogy Pál apostol mondja a zsidóknak, hát ti már élet keresztény kellene, hogy legyetek kemény kenyére nélve, ez a Jézus Krisztus szellemi kenyere, és nektek az alapokkal kell kezdenem. Pál apostol is bőháborodott. 20-30-40 éves keresztény, és fogalma sincs, nincs újjászületve. Meg se ismerte Istent. Csak hátra van dőve, várja az Urat. Hát az ilyet ne várja, mert nem a mennyországba fog kerülni. Hanem térjen meg. Hát mi a megtérés? Az, hogy fölismerem a bűnömet, kivetem az életemből az ördögöt, a bűnt, és jöhetett a Szent Szellem, ez az újjászületés. Megtértem. Miből tértem meg? A bűnömből. Ez a megtérés. Állandóan ébredés szajkóják. Ha semmiféle ébredés, az az ébredés, mikor te magadban fölismerted. Na az a te ébredésed, és így ébredne föl mindenki. De ez kell egy igaz, erőteljes tanítás. Amen. Szent Szellem által. Figyeljetek, hatos igevers. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel. Mert ezekért jön Istennek a haragja, figyeled? Üres beszédek. A semmit mondó. Egy órája beszél, és semmi. Nincs benne. Engedetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Ne részesüljetek. Ne járjatok abba a gyülekezetbe. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy én népem. Szaladj ki onnét, hogy ne kapja az ő csapásaiból. Mert az Úr oda fog csapni. Oda fog csapni az Úr. Halleluja, dicsőség az Úrnak! Testvéreim! Galata 5. fejezet 22-es, 23-as igeversét. Felolvasom. Galata levél. Galata levél, igen, mit szólunk. Halleluja, ez a Efézus volt, testvérei. Az Úrban Galata levél. 5-6-at olvasom, Galata, előző az Efézus volt. Ezt mondja, mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit. Sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. A hit szeretet által tud munkálkodni. A hit és a szeretet teljesedik ki. Ki a szeretet? A mennyei atyánk, maga a szeretet. Az ige, betöltekedel az igével, Szent Szellem által, szívedbe szeretet lesz, és ezáltal természet fölötti hited lesz, és neked üdvösséged is. Mert a testi hit senkit nem fog fölrepíteni. Ha bárkit megkérdez, elmondja, ő hisz, ha Istenbe hisz. De az ördögök is hisznek. Na menjünk tovább. Most olvasom fel a Galata 5. fejezet 22-es, 23-as igeversét. De a szellem gyümölcse szeretet. Öröm, testvérem, akiben a Szent Szellem benne van, az nem így van. Hogy vagy, testvérem? Jó vagyok. Hogy vagy, testvérem? Hát jól vagyok. Ez nem a Szent Szellem. Búslakodás, leépülés, magam alatt vagyok, az ördög. Az ördög húz le tégedet. Sárga pődig meg a széles útra. Figyeljetek. Öröm. Békesség. Béketűrés. Szívesség, jóság, hithűség, hogy csak is Istenbe hiszek, mikor baj van, akkor is. Nem egy jó baráthoz szaladok, nem a doktor úrhoz,
hát akkor már nem is hiszek az Úrban. Hát az ige azt írja, Jeremiás 17:5. Ki emberekben bízik, átkozott. És akkor csodálkozik, hogy nem jól megy a dolga neki. Szelítség az nem azt jelenti, hogy langyosság, figyeljetek. A szelítség nem azt, hogy már olyan langyos, majd összeesek, nincs is kedve semmit csinálni. Csak azért megyek a gyülibe is, hogy lássa engem a pásztor, meg hogy megnyugodjak, bedobom a tizedet is, azt jó, megyek haza roskadozni. Nem ez a szelítség. Mert van, akiben ez van, az nem szelítség. Ha igazad megmondom neki, nem pégult, hogy háborodik, olyan. Egyszer mondta egy pásztor, mondja neki az, ami nem tetszik, majd meglátod, mi van az edényébe. Figyeljetek. Az ilyenek ellen nincs törvény. Mit mond nekünk ez az ige? Betöltekedünk Szent Szellem által, az ige átmossa az életünket, agyunkat, szívünket, mindent, az ige föl van kenve, meg tud menteni, az ige föl van kenve, az ördögöt is ki tudod űzni, újjászülettél. Nem vonatkozik rád az ige. Mert a törvényt betöltötted. Szeretet által. Hát ige ismeret nélkül semmi szeretet nincs, higgyétek már el. Az csak testi szeretet, azt tudod ugye? Mind addig szerető téged, míg az igazat nem mondod meg néki. Így szaladtak el tőlünk, vagy négyen öte. Az igazságra rá lett világítva. Az nem tetszett nekik. A szeretet, mit mond Isten? Akit én szeretek, megdorgálom. Nem szemet hunyok a bűn fölött. Bűnrészes vagyok. Márk 16-16, nézzétek meg, hogy miért fontos ez a hit. Miért fontos szeretetre jutni? Miért kell ismernünk az igét? Itt mondja meg mindjárt, Márk. 16. fejezet, 16. igeverse. Hát miért fontos? Hát nincs üdvösség. Olvasom. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. A hitet erek elkároznak. Jól vérsétek a szívetekbe, amit most mondok. Csak akkor tudsz természet fölötti hitre jutni, ha szeretetet munkálkod a szívedben, szeretet maga Isten, betöltekedel igével, Szent Szellem által. Nincs más út. Ki másképp tanítja, ő maga is becsapott állapotban van. Neki is meg kellene térnie. Sok van ilyen. Sok. Hát a Biblia mit mond? Sokan járnak az éles úton, ugye? Sokan. És mit mond a szűk útra? Kevesen ismerték meg. A szűk útat majd mennyek országába vezet. Kevesen. Kevesen. Többség az éles úton le van írva, nem én mondom. Isten mondja, rajtam keresztül. Na figyeljetek, akkor ezt a hitet tegyük már rendbe, jó? János 3:18, mert több helyen is mondja, nem véletlenül testvéreim. Vannak az igék, mikor megismétlődnek, illetve ugyanazt mondja. Figyeljetek, 3. fejezet, 18-as igeverse. Olvasom. Aki hiszen ő benne az Úrban, el nem kárhozik. Az nem kárhozik-e? Hát de kinek van természet fölötti hite? Aki már betöltekedett Szent Szellemmel. És a Szent Szellemen keresztül megismerte az igét is, mert a Szent Szellem mélységében kibontja a Szentírást. A testi nem is érteti. Hát te van írva, amikor maga Jézus mondja a farizeusoknak. A farizeusok a teológiát elvégezték, agyukban volt az ige, de nem ismerték, nem értették. Tehát most is így van, testvéreim. Ez nem változott meg. Elmegy, elvégez egy teológiát, és fölütik őt pásztorra. Hát tudom, mert voltam, meg én is jártam teológiára. Én egy évnél tovább nem bírtam, mert annyi hadugságot tanítottak ott, nem is volt benne a Szentírásban.
Ez az én, nem szerencsém, Isten így rendelte el, engemet Isten hívott el, és 5 évig tanulmányoztatta velem a Bibliát. Ő magyarázta meg ezeket nekem, meg a szabadító szolgálat, stb. Mert én a gyakorlatban is jó belevitt tanul. A következő tanításnál fogok tanítani. Figyeljetek, végigolvasom. Aki hiszen ő benne, el nem kározik. Aki pedig nem hisz, figyelj, immár elkározott már. Mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Mit jelent ez a természet fölötti hitné? Azt jelenti, hogy mindenképpen Jézus Krisztusban hiszek. Nekem van fájdalma, hogy voltak elképzelni, nem tudjátok. Nem akarok belefolni, mert ez egy nagy tanítás lesz. Amin Isten megint keresztül vitt most a napokban. Nem szaladtam az orvoshoz, pedig állítom, hogy 180-an moda szaladtak volna mindjárt. Meg az ördög hogy kísértett. De győztesként jöttem ki, hallgatni csak. De ezt köszönhetem az atyának. A mennyei atyának. Hú, de jó az úr. Ez volt a... Hol voltunk? Márknál, igen, köszönöm szépen. Márk. János 3.18. Nem ott voltunk? Az volt. Az volt most, ugye, segíts. 3.18. Jó van. Köszönöm. János 5.24. Csak elment innét a lap. Hát itt a Szent Szellem már majd hesegteti még a lapot is. 5. Perez 24-es igeversét olvasok be, szintén a János evangéliumából. 5. Perez 24-es. Mondom, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz, értitek a hit? És hiszi! Hát ha hiszi, hogy az Úr meggyógyult, ha hiszed azt, hogy 1 Péter 2.14 leírja, hogy Úr Jézus Krisztus sebeiben már meggyógyultam, akkor mit keresel az orvosnál? Itt kezdődik a hit. Ébredjetek! Ez a hit! Még egyszer kezdem. Bizony, bizony, figyeld, milyen nyomatékosan mondja Jézus! Bizony, bizony, mondom néktek. Így kezd. Hogy aki az én beszédemben, beszédemet hallja és hisz, annak, aki engem elbocsájtott, az atya, örök élete van, és nem megy kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Na, ez az élet. Jézus kenyere, az ige, ez az élet, ebbe kell hinni. Hú, nagyon fontos ezt testvérem az Úrban. Halleluja, dicsőség az Úrnak. János 20.27. Evangéliumnál vagyunk. 20. fejezet, 27-es ige versét szeretném nektek felolvasni. Ami így szól. Aztán mondd el Tamásnak. Hozd ide a te ujjadat, nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hívő! Mi a mondani valója ennek az igének? Aki hitetlen, az nem hívő, csak keresztény. Aki már hívő, annak természet fölötti hite van, és azt mondja, én hívő vagyok. De annak az élete is megváltozott. Az az Urat szolgálja, nem a mammon, nem a maga vágyait. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet neked más dolgod, vagy egy gyümölcsösöd, vagy bármi. Első az Úr. Mikor akár Isten tiszteletre, vagy mi, örömmel megy, nem úgy, hogy mennem kell. Hát de most nem is érek rá. Olyan fáradt vagyok, majd elmegyek legközelebb. Több ezer, több millió keresztény van így. Komolyan mondom. Hitetlen Tamás esete. Ha valaki hívő Szent Szellem által újjá született, akkor az azt mondja, nem én döntöm el a testem fölött, hát mennyei atyám ki a földbolygó és az ég minden ő teremtetett, és ami benne van, az is. Onnétó én is. Nem a magam én vagyok,
hanem az Úré. Azt mondja az Úr neked szent szellem által, hogy ugorjál. Akkor nem azt kérdezed meg, hova, mikor, Uram, minek? Hány métert, Uram? Hát övé vagy. Na erre szintre kell eljutni. Ez az igaz hit. És akkor hívő leszel. A hívő meg üdvösséget nyert. A hívő. Nem a keresztény, hát mindenki keresztény. Hívő. Itt mondja neki. Te Tamás, lehitetlen, egy hívő légy. Hívő. Az az újjászületés. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Figyeljetek, Jakab levele. Jakab levelére oda megyünk. Nagyon komoly az a levél, mint mindegyik. De Jakab levele. Jakab oda teszi. Mindahogy mindegyik oda teszi. Látjátok ti azt, hogy ezek nem a mézet csurgatták? Ezek se a Jakab, se a Pál apostol. Na kezdjük az 1.25-tel. 1.19.22-ben. Figyeljetek, olvasom. Azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra. Az igét halljad. Késedelmes a szólása. Lekapkod mindjárt, már mindjárt durrantasz is rá, ma látni is, hogy szellem szintje hol van neki. Abba a pillanatban. Mert azt mondja, igen, aki hallgat, még a bolond is úgy tűnik, mint a bölcs volna. Igaz? Milyen igaz? Mi? Hallgat, nem szól egy szót se. Késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Mi ha valakinek rávilágítunk, hogy mi van ott, vagy miből kéne kijönni, nem haragszunk rá. Én szeretem mindazokat, akik innét kiszaladtak. De az igazság nem kellett nekik, én attól nem haragszok. Szeretem őket, ha ők azt a fölismerik, Szent Szellem által, bármikor helyük van itt. Elvettél azért minden undokságot, gonoszságnak sokaságát, figyeljetek! Szelítsége nem lázadozva, ha már lázadog és fortyong a szíve valakinek ilyen tanításokat, az csak az ördög lehet? Csak az ördög. Ha fortyong neki, hogy milyen kemény szavak meg, mint a nekem volt, mikor tanítottam valahol Budapesten, mindegy, hogy hol, és akkor mondták a keresztények, kemény volt ez, mert még nem hallottak ilyen tanítást. Csak a mézet, szeret az Úr, hát persze, hogy odamész egy igaz Szent Szellem által dorgáló szeretettel tanítása, az kemény neki. Hát ezáltal mész a mennyek országába. Figyelj, itt írja, olvasom tovább az igét. Előről végig olvasom most. A 21-eset csak. Elvetvén azért minden undokságot, gonoszság, sokaságát. Szerítséggel fogadjátok a behajtott igét. Be van hajtva. Az ige maga Isten, engedd be a szívedbe ember, amely képes megmenteni a lelkedet. Hoppá, miről is van itt szó? A lelket kell megmenteni? Hát persze, hát a lélek szolgálja ki a test kívánságát. A lelken keresztül jön be az ördög, a lelkedet kötözi meg. Lelked végén meg vannak sokan kötözve. Figyeljetek ide, most kell itt ezt az igét felolvasnom. Az 1 Péter 1.9-et gyorsan nehez, mert ez ide kapcsolódik. Figyeljetek csak ide, miért megy a tusakodás itt. 1 Péter 1.9. Mivel elérjétek a hitetek célját, a lélek üdvösségét. A lelkünké külön harc megy az üdvösségé. És az ördög is tudja, a lelken keresztül kötöd meg a bűnökkel. Ezért megy a harc és a tusakodás. És aki már eladta a lelkét is, ezért mondja máshol az ige ma elhangzott, a lelkiismeretedet tisztítsd meg. De mikor már eladta a lelkét is, a bűnnek, vagy a mammonnak, vagy a cigarettának, ki mivel? Üdvössége nincs neki garantálva. A léleknek. A szellem ez egy megint egy más dolog. Majd arról is szeretnénk alaposabban szellem, lélek és mivel lehet különbséget tenni. Mert ez egy nagy hiányosság a magyar nemzetben.
A Szentlélek, a Szentlélek, nincs semmiféle Szentlélek, hanem Szent Szellem van, és csak lélek. Majd helyre tesszük ezt a kérdést is. Szent Szellem által. Nem én vagyok a nagy penge. Isten tanít engemet. Megyek tovább. Jakab levelénél vagyunk, testvéreim, 19.22. Ezt olvastuk, igen, szelídséggel. 1.19.22. Jó. Jakab 1.25.26. Ezt mondja. De aki beleléd a szabadság tökéletes törvényébe, ez a szabadság. Mi a szabadság? Nem arra szabadított föl Isten, hogy szabadon kövesd el a bűnöket. Nem. Hanem a szabadság törvénye az, mikor megszabadultál az ördögtől, és megszabadultál. A lelked van megkötözve a bűn által. És a lélek felszabadul, halleluja. Üdvösséget nyer, és boldogság van benne. De akik belenéznek a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is maradnak abban, nem csak egyszer hirtelen föllángolása egy hétig vagy fél évig, aztán visszamegy a nagyvilágba, és ugyanolyan, mint a nagyvilág is, meg az jár a templomba is. Vagy karizmatikus gyülekezetbe, teljesen minden. Nem ugyanaz. És nem feledékeny hallgatója, figyelj, az igének, hanem cselekvője is annak, az boldog lesz a cselekedeteiben. Halleluja, de csöcsök az Úrnak. Szóval boldogsággal mész evangelizálni, vagy bármilyen ajándékon szolgálni az Urat. Ha valaki Isten félőnek tartja magát, de figyeld, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja maga szívét, annak hiába való az Isten félelem. Semmi nulla. Mikor avval kezdi, vagy telefonon, vagy mi, és csak mondja a sok földi dolgokat. Sikor, egy jobb, mert lehet is, meg van már akciót, és már beszél fél órája, az csak a sok földi bajokat csalolja. Tehát Isten munkása nem ebben foglalkozik. Szívű szól a száj. Mindenki arról beszél, ami van a szívében. És kiugrik onnét. Mondok egy esetet. Volt egy testvér, aztán ugye, ha jól ismertük, egyszer csak egy egér elszaladt ott a hűtőre, mondott az egér. Mindjárt kötőszó kiugrott a szájába, az volt az ő szívében. Na, halleluja, megyünk, igyekszünk testvéreim, mert szorít az idő. Második fejezet 17-es igeverse, Jakab levelénél vagyunk, 17-től 19-ig elolvasunk. Azonképpen hitt is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagába. Halljátok? Amit a kegyelmes tanítókban. Csak higgyél. Cselekedet nincs, ütetik le, langyítják le az embereket, mézet csurgattak, szeret az Úr, és elhajtották a tüzet, aki vett is tüzet. Volt rá példa. Legutóbb valakivel beszélgettem, mondta, jaj, olyan jó tűz volt benne, mikor megtért. Jó tűz volt. Kioltották a tüzet belőle. Tesszalonikai levél, vigyázz arra, vigyázzatok, a tüzet ki ne hagysák belőletek. Vigyázni kell. Figyeld, olvasom tovább. De mondhatja valaki néked, hitem van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Valaki meg cselekszik testből. Nagyon sok jó cselekedetek vannak az országban, világban, adakoznak, szegényeknek visznek ételeket. Ez egy jó cselekedet, igaz? De ettől még hite nincsen neki, ettől még nem kerül a mennyek országába ő, mert olyan jó, hogy cselekedet, az nincs megtérve, tele van még bűnnel. Értitek, hogy az nem fedezi őt le, de van jó cselekedete. Valakinek meg hite van, az is magába szárad a hit. Az nem tervések fölötti hit. Mert ha te már hitre jutottál, szeretettebbet, te magadtól akarsz menni, jól cselekedni. Vagy az evangéliumot hirdetni, ami a te ajándékod. Vagy tanítani, nem badarságokat, meg nem kegyelmet. Figyeljetek! Mutasd meg nékem te hitedet a te cselekedeted nélkül. Na, tessék!
Hiszem, na mutasd meg akkor. Ha látod az életében, hogy milyen hite van. Érted? Azért mondja Jakab, a mutasd meg a cselekedeteidet. A te hitedet. Cselekedetek nélkül meg se lehet mutatni. Tudod mi a természet fölött így? Hogy megyek? Én az előtt is gyülekezetek, vártam. Életemben, én úgy emlékszem, egyszerűen késtem, előtte szerettem 10-15 perc alatt lenni. És egyszer nem tettem meg, voltak olyan fájdalmaim, akkor a derekam magam volt. Én akkor is a Isten tiszteleten ott voltam. Nem panaszkodtam, senki nem tudta. Hanem Isten rávilágított, hogy miért volt az a gerinc fájdalom, és ki kellett tűzni azt az ördöget. Hazugság szellemét. Gerinc fájdalom. Gerinces ember, tudod ki a gerinces ember? Ki egyenes, tisztességes. Igaz? Erre mondták régen, hát egy gerinces ember. Gerinc problémád van, akkor vannak az életedben stikli. Nekem is olyan nem nagy dolog volt. Azt úgy mondtuk régen, hogy csak füllentettük. Nem, az is hazugság. Isten betett a borsajtóba, és nekem megmutatta. Figyeljetek ide. Mutasd meg nékem a te hitedet, cselekedeteit nélkül. Én is megmutatom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Mert ő a cselekedetek által meg tudja mutatni, hogy hite van. Egyszer olvastam egy könyvben, három hölgy mondta, hogy imádkozzunk esőjé. Egy könyvben olvastam, nem tudom, igaz-e volt. És akkor összejöttek hárman, megbeszélték, az egyik vitte az esernyőt. Hát de miért hoztad az esernyőt? Ma hónapok óta csak meleg és a napsütő. De nem esővé imádkozunk? Annak az egynek volt hite. Na, a majonokkal meg nem is kell együtt imádkozni, mert nem fog történni semmi. Mert a hitetlenség véget, az ördög rájön az imára, és csak ide mennyezetig megy föl. Nem az a cél, hogy sokan együtt imádkozunk, hanem az a cél, hogy egy szellemben legyünk, már megkaptuk. Érzitek a különbséget? És ezt mi már tapasztaljuk, dicsőség az Úré. Nem a miénk. Figyeljetek. Olvasom még tovább ezt a... Te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettek. Sok kereszténynek valott ember is hiszi, ott fél a vírustól. Na ne nevettessünk már ki. Az csak keresztény. Fél a vírustól. Nehogy a vírus elvigye. Miközben Isten védelmez engem, Jézus meg azt mondta, nem attól lesz ő beteg, ami a szádon bemegy. Hanem ami onnét jön ki. Szívű szól a száj. Na azt tesz téged vezetségé. Gonosz gondolatok, és így tovább, és így tovább. Na így kezdődik a betegség. Nem ami kívülőben jön. Meg a húsban is vírus van. Hát mikor megföldöd, nem elpusztulod a nulla vírus ott bent egyből. Meg ott a Jézus elmondja, az ágyék székbe megy. És az elpusztít mindent. És te imádkozol az ételé, már minden méreganyagot Isten kivett belőle. Miért mondom ezt? Mert az ige azt mondja, mérgeset esznek, isznak az én fiaim, de nem árt nélkik. Na, és akkor Jézusba hiszek, vagy pedig a doktor uradban. Döntsük el. Ennyire egyszerű. Amen. Na, olvasom még ezt tovább, figyeljetek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, figyeld, hogy fogalmaz? Hiába való. Figyeld, mit mond. Hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Semmi. A hit cselekedetek nélkül semmi. És így szólítja a Jakab, hiába való ember. Hiába való, még hiába való. Hiába mondja, ha hiszem, ott már 20 éve beteg. Érted? Kinyába elmegy az orvoshoz. Mert jönnek ám a fájdalmak, a következő tanítással maga kerül tanítani. Avagy Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetek által igazult meg. Megijadulás cselekedete. Hiszem és megcselekszem. Igen? Amikor felvitte Izsákot, az ő fiát az oltárra, képzeld azt te, saját fiát már fogja a kést, és szúrta volna el. Mert Istennek szófogadott. És Isten félelemmel járt.
Kegyelmesek mondják, nem ki az úrtól fejre, nem játszott bajtásunk nekünk az úr. Nem kell félni, mikor hemzseg a Szentírás, hogy Isten félelemre jussál, akkor bölcs vagy. Mi a bölcsesség? Érted a Szentírás? Na ezeknek azért is bölcsességük, testből szajkózzák, testből. Nem értik. Figyeljetek! Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és cselekedetekből lett teljessé a hit. Amen! Na így alakul a hit, testvéreim, ezen aztán gondolkozol-e mindenki, még egy pár igét, és befejezzük, ígérem nektek, órák kérdése az egész. Azt mondja, 1 Tesztonika 5.23. Ez nagyon fontos, és akkor tényleg ezekkel 5.23 szeretném felolvasni. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől. És a ti egész valótokat, szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Szóval szentségre kell jutni szellemnek, léleknek, testnek, hogy mi üdvösséget nyerhessünk. 1 Tesztonika 3.13 leírja, olvasom, hogy erősséget tegye a te szíveteket, fedhetetlenekké szentségben a szívet, a mi Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi Úrunk Jézus Krisztus minden szentjeivel együtt. Ha nekünk ma úgy kell világítani, mint a fákja, meg vagyunk pecsételve, és csak azokat fogja bővinni az Úr. Na, az angyalai, 1 Korintus 1.8.9. Felolvasom, testvéreim, 1 Korintus, halleluja, első fejezet, és 8-as, ha jó, 8-as ige verset, és a 9-est. Aki meg is erősített titeket mindvégig fedhetetlenségbe. Ha fedhetetlenségbe, ki tud megerősíteni, csak is Isten. Másképp becsúszol. A magad egójából, a testi erőből, csak Isten által. A mi Urunk Jézus Krisztus napjára, mire jön Úr Jézus? Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségbe. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak, testvéreim, befejezzük, mert tudjuk a Zsidó 4.12-ből, hogy az ige fog megítélni mindnyájunkat. Szellemünket, testünket, lelkünket, ízeknek, velőknek eloszlásáig eljut, tested is mindent meg fog ítélni. Egy imádsággal bezárjuk, és elnézést kérek tőletek, mert tudom, sokan egy félórás tanításhoz vannak szokva, van ahol egy óráshoz. Hát a pálapostolék meg, mikor összejöttek, egész nap együtt voltak. Mert szívták befelé az Isten igéjét. Úgyhogy ne haragudjatok ezért rám. Ha haragoztok, akkor meg kell tudnotok bocsájtani. Amen. Halleluja. Na imádkozunk akkor, testvéreim az Úrban. Drága mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked, Uram. Te úgy szerettél bennünket, Úr Jézus Krisztus, egy szülött fiadat elküldted erre a földre, mert egy igaz embert nem találtál. És Uram, állásak vagyunk, hogy fölvitt a Golgotai keresztre átkainkat, bűneinket, Uram Istenem. És oda szegezte, drága vérét kiontotta értünk, hogy mi üdvösséget nyerhessünk, Uram. Istenem, hálásak vagyunk, hogy az üdvösség ingyen van, Uram. Ehhez mi nem tudunk semmit hozzátenni. De Szent Szellem által újjá kell születnünk, hogy az örökségünket át tudjuk venni, Uram Istenem, hogy az igédben is írod ki mindvégig, kitart és megtartja az én parancsolataimat, az üdvözül és korona kerül az ő fejére. Drága mennyei Atyám, ezért imádkozok, hogy ez a tanítás, Uram, te adjál bölcsességet mind azoknak, akik ezt nézik és ellenőrizzék le ezeket az igéket, nem egyszer, sem kétszer, Uram, mint Szent Szellem által, Uram, behasít a szívbe, és maga a Szent Szellem rá fog mutatni azokra, akár rejtett bűnökre, vagy nem is gondolná, hogy az bűn, Uram, hogy megtisztulhasson az a személy, meg mi is, Uram, nekünk is ugyanúgy szólnak ezek a tanítások. Hálásak vagyunk, Atyám, hogy leírta
a mennyei atyánk, uram, leírattatta, kis szeretek, én azt megdorgálom, és hogy a Pál apostol mondta, adjatok hálát mindenkor mindenért, a jóért és a rosszért is, uram. Hálásak vagyunk a sok jóért, amit adtál nekünk, uram, de hálásak vagyunk azért is, hogy betettél minket a tégelybe, uram, a te